Népírtó kötekedésnek nevezte az iráni külügyminiszter Donald Trump hétvégi üzenetét. Az amerikai elnök azt írta a mikroblogján, idézem, ha Irán harcolni akar, akkor hivatalosan is befellegzik neki. Trump korábban még reményét fejezte ki, hogy nem lesz háború Iránnal. Puskaporos a légkör a Perzsa-öböl környékén, és nem csak az amerikai haditengerészet hadgyakorlata miatt. A Trump adminisztráció korábban repülőgép hordozót és bombázókat is a térségbe vezényelt. Az Egyesült Államok és Irán között tovább nő a feszültség az elnök hétvégi internetes üzenete után. Donald Trump mikroblogján arról írt, ha Irán harcolni akar, akkor hivatalosan is befellegzik neki. Az elnök szerint a Teheránból érkező fenyegetések miatt van szükség a csapatmozgásokra. Az iráni külügyminiszter viszont népírtó kötekedésnek nevezte Trump üzenetét. Javad Zarif mikroblogján azt ajánlotta az elnöknek, hogy vizsgálja meg a történelmet, amelynek szerinte az a tanulsága, hogy Nagy Sándortól kezdve Genghis Khanig az agresszorok kudarcot vallottak, de Irán bátran helytállt. Az amerikai-iráni feszültségekre Irakban is figyelnek. Az Egyesült Államok célja az, hogy Iránban tiltakozó megmozdulások kezdődjenek, aztán, hogy Teherán befolyása szoruljon vissza a Közel-Keleten. Végül pedig, hogy Irán térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, magyarázta egy iraki elemző. Donald Trump tavaly lépett ki az Iránnal kötött nemzetközi atomalkuból, mert szerinte a megállapodás nem akadályozta meg Teherán rakétaprogramját és a rezsim terrorizmus támogató tevékenységét. Az elnök ezért visszaállította az iszlám köztársaság elleni szankciókat. Irán válaszul szintén felmondta a 2015-ös alkut, és azzal fenyegetett, hogy újraindítja az uránium dúsítást.